Gratulok a címhez. Mit jelent neked a kézilabda, milyen szerepet tölt be az életedben? Először is köszönöm szépen a gratulációt. Hát maga a kézilabda az életemben nagyon fontos szerepet tölt be, ugyanis nem csak játékosként, hanem a játékvezetőként is közreműködök a magyar kézilabdában. Játékosként ugye itt a megyei első osztályban szereplünk, eddig szerencsésre azt mondom, hogy jól egy vereséggel, három győzelemmel, és bízunk benne, hogy több vereség nem is fog bejönni. Játékvezetés az egy kicsit magasabb szinten, MB2-es fiú és női mérkőzéseket is fújok, ugye gyakorlatilag a hétvégéimet, illetve hát hétköznapokon is vannak mérkőzések, ott is szerepet tölt az életembe be maga a kézilabda. Játékos társait fordulnak hozzád szakmai kérdések, hogy tudván, hogy te tudod a szabályokat a legjobban közülük talán? Olyannyira, hogy akár még meccs közben is, hogyha rám néznek és én mondjuk csóválom a fejem, hogy nem tetszik, akkor ők is kicsit, mintha hevesebben próbálnának tiltakozni az ítélet ellen, de ilyen nem szokott előfordulni, szóval a játékvezetői döntéseket elfogadjuk, ezzel nem foglalkozunk, de meg szokták kérdezni, hogy mondjuk ez szerintem jó ítélet, vagy nem jó ítélet. Mondjuk játékvezetőként kialakul valami szemkontaktus, mikor éppen játszol az aktuális játékvezetővel, hogy kvázi kérik a tanácsodat, vagy a bólintásodat egy-egy döntés előtt? Nem, ilyen ennyire nem. Ott megfelelő játékvezetők fújják ezeket a mérkőzéseket, ők el tudják dönteni, hogy mi a helyes ítélet, de mondjuk mérkőzés végén van, hogy mondjuk megbeszélünk egy-két szituációt, vagy megkérdezik, hogy mondjuk én hogyan láttam belülről a pályáról. Mit szólsz ez a díjhoz? Sok ilyet kaptam már érted, vagy hasonlót? Köszönöm szépen. Szerencsém volt már ahhoz, hogy kaptam ilyet még fiatal koromban, 14-5-6 évesen Pápán kaptam egy hasonló kitüntetést, de ez nagyon jól esett, úgyhogy nagyon örülök neki. Játékos társai tudnak már róla? Nem nagyon mondtam, úgyhogy majd lehet, hogy itt a tévében, vagy a rádióból, vagy bárhonnan majd tudomást fognak szerezni róla. Most legközelebb milyen érzésekkel futsz ki a pályára, hogy zsebedben van ez a hónapjátékos, addig kicsit úgy, hogy is mondjam, a többiek fölé emelkedsz, vagy pedig annál jobban fogsz hajtani, mivel érzed ezt a nyomást a válladon? Nyomásnak nem nevezném, inkább két oldalról közelítenném meg. Az egyik az, hogy csapatjátékos vagyok, örülök meg az elismerésen, de inkább csapatban legyünk sikeresek. A másik pedig az viszont motiválni fog, hogyha egyszer elnyertem, akkor miért ne nyerhetném el akár még egyszer. De nem ez fog a szemem előtt lebegni, hanem annyi, hogy nyerjük meg a bajnokságot. Vannak komolyabb terveid a kézilabdával? Tehát esetleg a felsőbb osztályba lépés, vagy valamilyen hasonló meggondatlanság? Nem tervezem a felsőbb osztályt, ugyanis nekem most már a játékvezetés, ami ugye az első számú szempont, és ott viszont már nem tudnám összeegyeztetni a kettőt, úgyhogy ez miatt nem. Persze az ego azért azt súgná, hogy mégiscsak jó lenne magasabb osztályba játszani, de alapvetően ezt már eldöntöttem magamba. Volt lehetőségem magasabb osztályba, MB2-be, MB1-be játszani, de most már inkább a játékvezetésnek adom át azt az időt. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen díjat kellene alapítani? Gyakorlatilag évek óta gondolkozunk azon, hogy hogyan lehet még színesebbé tenni azt a palettát, amin gyakorlatilag a magyar kézilabdázásba tevékenykedünk, és különösen Veszprém megyében. Veszprém megyében nagyon fontos a kézilabda mindenféleképpen, minden szinten. Az, hogy az évcsapataink nagyon jól szerepelnek, ez nekünk egy húzó ágazat. Ahhoz, hogy egyáltalán a fiatalokat a kedvet csináljunk, ezért mindenféle eszközt megpróbálunk megragadni annak érdekében, hogy a fiatalokat és azokat a szereplőket, akik amatőr státuszban tevékenykednek, valamilyen elismerésben részesítsük. Ez egyrészt vonzerő, a másik pedig a eddigi tevékenységeiknek a szakmai elismerése. A férfi ágon, hogy úgy mondjam, az első játékos, akit jutalmaznak ezzel a címmel, Ajkai, hogyan tudták kiválasztani, hogy a valóságot tükrözze az önök értékítélete? Ez úgy történik, hogy nem mi mondjuk meg, hogy ki a jó, hanem azok, akik ott szerepelnek. Mégpedig azok az edzők, akik a csapatokat gyakorlatilag szem előtt tartják, játszanak velük, és az ellenfél csapataiból választhatnak ők olyan játékosokat, akikre ő azt mondják, hogy ők a jók. Így kijön egy szavazat, és a szavazat összezőzése után döntünk abba, természetesen a legjobb kapja, hogy ki a legjobb. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, tehát a szponzor vagy pedig az ötlet? Gyakorlatilag az ötlet volt előbb, csak ugye ehhez kellett szponzorokat is találni.
A Molten cég az egy olyan világmárka, amely a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek az egyik húzóága. Ezek a labdák a világbajnokság labdái, és ők évek óta hosszú távú szerződést kötöttek az IHF-fel, és mivel ismerjük ezeket a labdákat, nagy szerencsénkre találkoztunk olyan személlyel és kapcsolattartóval, akikkel tudtunk egy olyan 4 éves megállapodást kötni, ami a kölcsönös megállapodás keretében mindenkinek előnyös és mindenkinek jó. Minden hónap játékosát ilyen ünnepélyes keretek között szeretnék meghirdetni, vagy pedig ez egy napi rutinná válik, hogy úgy mondjam? Ezt minden hónapban, ez gyakorlatilag most jelen pillanatban szeptember-október hónapról van szó, utána jön a november-december, aztán a január-február, gyakorlatilag várhatóan két havonta, és ezeket a játékosoknak ez azért jó, mert látni fogják és hallják. Ez egy olyan információs csatornán keresztül, a online hálózaton keresztül megy mindenki felé, hogy ösztönző lesz. Azoknak, akik már megkapták, azoknak azért, mert ez egy érdem és siker és elismerés. Akinek még nem kapta meg, akkor ha ő megkapta, akkor én is megkapom. Tisztelt Hölgyek, Urak, kedves barátaink, média képviselői! Egy hagyományt teremtő akcióra hívtunk benneteket, mégpedig azért, mert ugye Veszprém megye, mint a kézilabdázás egyik fellegvára, nem csak a kiváló, hatalmas eredményeket, sikereket elérő csapatainkról, hanem az utánpótlásról és az amatőr társadalomról is híres. Azt szeretnénk tőlük volna elérni ezzel a kezdeményezéssel, hogy a profi játékosainkon kívül azokat az amatőr játékosokat is elismerésbe és tiszteletbe részesítjük, akik a vegyei bajnokságban meghatározó szerepeket játszanak. Ez a díj, amit a Molten céggel közösen egy 4 éves szerződésben sikerült megállapodnunk és szerződést kötnünk, ez arra hivatott, hogy a megyei bajnokságban szereplő kiváló teljesítmény nyújtó játékosoknak hónapról hónapra elismerő díjat adjuk át. Ezek az elismerő díjak úgy történnek, hogy az edzők és a résztvevők szavazata alapján minden hónapban kiválasztásra kerül, vagy díjazásra kerül egy hölgy és egy úr, aki egy emlékplakettot és egy labdát fog kapni emlékben, amely egyrészt számára egy nagy elismerés, másrészt pedig a többi játékosnak pedig egy olyan vonzerő, hogyha ők elérték, akkor én is szeretném elérni, és minél többen csatlakozzanak ehhez, és minél színvonalasabb tevékenységeket nyújtsanak abban a megyei bajnokságban, amit a kollégáim kiválóan szerveznek, és kiváló rendezésbe kerül bonyolításra. Köszönöm szépen, és előjáróban ennyit, a többit pedig. Köszönjük szépen akkor Kálmánnak. Megyei bajnokságunk mindkét nemében, a férfiaknál és a nőknél az idei szezont 7, illetve 8 csapattal indított el a versenybizottságunk, és új elemként gyakorlatilag, ahogy már korábban is erről beszéltünk, egy 4 éves szerződést tudtunk kötni ezzel a céggel, illetve az ő sportszerével, és ezáltal aztán mérkőzésről mérkőzésre minden csapatnak tudtunk adni, mi mint megyei szövetség, az ő támogatásukkal 3-3 darab labdát, illetőleg 1-1 labdatartó zsákot. Új elem ezek után, ami miatt ma vagyunk itt, az, hogy akkor díjaztuk a hónap legjobb játékosát. Most miután szeptember végén indult a megyei bajnokságunk mind a nőknél, mind a férfiaknál, ezért aztán összevontan tartjuk a mai első ilyen eseményünket. Ennek a díjátadójára akkor én kérem szépen Fűrjes Dénest, kérem a versenybizottság vezetőjét, a Tóbiás Rihádot, illetőleg a Kálmánt, hogy lehetek szívesek. És hát akkor nagy tapsal köszöntjük a legelsőket, akik az eltelt másfél hónapban mérkőzésről mérkőzésre, azon az 5 mérkőzésen ott voltak már, és úgy döntöttek a mérkőzés végén az ellenfelek edzői, tehát nem a saját csapatukból, hogy megjelölik legjobbként. A nőknél így az első díjat kapja a hónap legjobb játékosaként az Ősi Andreotti ese játékosa, Pékné Deák Brigitta. Gratulálunk! Gratulálunk, Brigitta! Bocsánat! És adjátok át a parancsot! Köszönöm szépen! Köszönöm.
És akkor megkérek szépen, hogy maradj azért még létszeresít, azért, hogy akkor mellé tudjam szólítani akkor a legjobb férfi játékost, a kézilabda klub Bajka 2. csapatának a megyei bajnokságban induló legjobb játékosa, Fábián Balázs. Gratulálunk, Balázs! Adnát adjátok el. Valaki ezt jobban meg tudja fogni. Köszönöm. Hát nagyon szépen köszönjük, és akkor reméljük, hogy akár, mert még hosszú a szezon vége, jövő májusig, hogy lehet, hogy majd még lesz nektek ilyen legközelebb is valamelyik hónapban, vagy hát tényleg ez Euróba buzdítja a többieket is a megye 7-8 csapatából. Úgyhogy még egyszer gratulálva, megköszönve akkor kedves minnyájatoknak,